Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Polgármester Urak, szeretettel köszöntök mindenkit ezen az igazán fontos alkalmon, hiszen két olyan dolog kapcsolódik össze, Szürke Barát és Szürke Marha, Badacsony, Alföld, a Balaton vidéke és a Nagykunság, amelyek a magyar közgondolkodásnak, a magyar értékrendnek fontos elemei. És sokkal többet is jelentenek, mint azok a fogalmak, amelyeket takarnak, hiszen a Badacsony mögött meghúzódik a csodálatos táj, a világ egyik legszebb vidéke, Magyarországnak is egyik legszebb vidéke, a Balaton, az itt termelt kiváló borok, a Szürke Barát, mert a kéknyerű, az Olasz Riesling, a Zenit, az EUS és sorolhatnánk, a Nagykunság mögött az alföldi táj háborítatlansága, az ottani szilaj pásztorkodás, kiváló ételek, finom italok, népi hagyományok egyaránt értéket képviselnek számunkra. És mindez olyan dolog, amely a kellemes időtöltés mellett az építkezésre is lehetőséget ad. És én szeretném megköszönni Polgármester úrnak azt, hogy most itt lehetek önökkel, és ennek a programnak a részese lehetek, hiszen látszik az, hogy a népi hagyományok továbbélése, a kötetlen időtöltés, az, hogy mi magyarok együtt tudunk lenni, az itt élő és eleven dolog. És óriási lehetőséget is lehet mindez, hiszen néhány héttel ezelőtt a Vidékfejlesztési Minisztérium útjára indította az országkóstolót, a bor kiválóságokat válogatjuk képen, és a célunk az, hogy a legjobb magyar fehér borokat összegyűjtsük, megjelenítsük, átadjuk a magyar minőséget, és hogyha minőségi magyar fehér borokról van szó, akkor a Badacsony nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azokat a kiváló borokat, amelyeket itt évszázadok óta készítenek, és amelyeknek az újraalkotásában a borászati kutató is lelkes, borászok oly sokat tettek, azokat meg kell találnunk, a közvélemény elé tálnunk, összegyűjtenünk, kiadványban megjelentetnünk. És akkor azokat az értékeket, amelyeket felhalmoztunk, azokat széles körbe tudjuk népszerűvé tenni, és mindig tudjuk gyarapítani is. Én kívánom azt, hogy ez a mostani hagyományőrző rendezvény is erősítse mindezeket a törekvéseket. Kívánom azt, hogy kellemes élményekben legyen részünk a program során, kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ezennel a rendezvényt megnyitom. Köszönöm szépen!